Sziasztok, Ausztriában vagyok, azon belül is Steiermarkban, és amit itt láttok, az a Burggruine Reifenstein. Egy picit hatpuskázzak, úgy egyszerűbb lesz. És azt mondja, hogy a 12. században épült, egészen pontosan 1145-ben, és aztán 1813-ban hagyták el végre, szóval több mint 200 éve elhagyatott. Ma ezt fogom nektek megmutatni, úgyhogy menjünk is! A várom Pölsz városa mellett kb. 100 méter magasan a hegyoldalban található. Mint ahogy azt már említettem, a 12. század közepén építették. 1521-ben eladják, és a reneszánsz stílusnak megfelelően egy kicsit igazítanak rajta. 1698-ban kerül a Schwarzenberg család kezére a vár, akik egészen 1809-ig laknak benne. 1809-től 1813-ig tartanak a napóleoni háborúk. A vár komplett tetejét az elhagyása előtt teljesen elbontják, hogy a franciák, ha el is foglalják, ne tudják semmire használni. Egy pillanatra most mégis ugorjunk vissza a kezdetekhez. Ennyire messzire visszanyúló történelem mellett úgy gondoltam, biztosan fogok sok információt találni a helyről a neten, de csalódnom kellett. Egy pár német nyelvű leírás találni, de ezzel van ennyi, képet gyakorlatilag semmit nem találtam. Mindössze ez a három rajz az, amit sikerült összegyűjtenem a helyről. Mondjuk ezek alapján úgy nagyjából némi elképzelésünk lehet, hogy mégis milyen volt ez fénykorában. Az utolsó képen az alaprajzot láthatjátok. Ezen különböző színekkel vannak bejelölve, hogy mikor mit építettek hozzá a várhoz. A narancssárga rész a legrégebbi, a pirost utána építették, majd jött a kék, végül a zöld. A Reifensteini vár ugyanis nagyon jó példája annak, milyen az, amikor egy eredeti épülethez az évszázadok során még hozzátoldanak ezt-azt. Így lehet az, hogy egy alapvetően kis alapterületű várból a végére egy hatalmas erődítmény lett. Az eredeti várrész egy 40 méter hosszú és 10 méter széles sziklaszír tetejére épült. Később ehhez csatolták még hozzá a külső falakat, amiknek a vastagsága helyenként eléri a 2 métert. A külső rész négy sarkából mindösszesen csak háromnál találunk bástyákat, mondjuk ezeknek az állapota egyszerűen siralmas. Óriási repedések találhatók rajta mindenhol, gyakorlatilag csak a Szentlélek tartja már őket össze. Mondjuk a siralmas állapot az épület egészéről elmondható, állagmegőrzés hiány gyakorlatilag 200 éve csak pusztul az egész. Rengeteg szint egymásra van szakadva, és találtam egy ilyen részt, ahol úgy gondoltam, hogy talán 5 percen belül nem fog rám szakadni az egész miskulancia, úgyhogy aztán ide bátorkodtam bemászni, de mint a felvételeken is látható, azért túl sok és izgalmas dolog nem igazán jött velem szembe. A központi épület részben van még megmaradva pár kisebb-nagyobb szoba, ahova bemásztam. Mondjuk nagy durranásra itt sem kell számítani, viszont van egy pár izgalmas és kifejezetten régi falfirka, sőt a legjobb, hogy mint a képen is látható, még egy magyart is találtam. A legrégebbi egyébként ezen a képen van, ez az 1871-es. Sajnos ez az épület sem kerülheti el a sorsát, a graffitik már megjelentek, bár ahhoz képest, hogy mióta áll elhagyatva az épület és egyébként mennyire egyszerű megközelíteni, ahhoz képest kifejezetten keveset találni belőlük. A kilátás egykor biztosan gyönyörű lehetett a völgyre, ma sajnos már semmi más nem látni, csak mint a város szélébe telepített fafeldolgozó üzemet, ami olyan zajjal van, hogy az valami hihetetlen. Az állapotokat elnézve több mint meglepő, hogy a helynek a mai napig van élő tulajdonosa, továbbra is a Schwarzenberg familiához tartozik. Hogy a napóleoni háborúk után miért nem költözött ide vissza senki, vagy egyáltalán miért nem kezdtek valamit a helyjel, erről fogalmam sincs, és ne is kérdezzétek, mert semmilyen leírás nem találtam ezzel kapcsolatban. Szóval ismét mondhatom, hogy így múlik el a világ dicsősége. Ez lett volna a Reifensteini vár bemutató videója. Köszönöm, ha megnézted, ha tetszett, nyomjad a lájkot ész nélkül, feliratkozni ér, és találkozunk a legközelebbi videóba, addig is, sziasztok!